egyszerre, hogy vádolják, igen, asszonyveréssel, meg azzal, hogy festi magát. Ugye most van egy cikk sorozat, ami arról szól, hogy hogyan avatkozott bele az igazságügyi minisztérium sajtótitkárainak életében, nem tudom, tehát hogy egy ilyen kontroll alatt tartó személyiség volt. Ezek lehet, hogy jellemhibákra rámutatnak adott esetben, ha igazak. Na de hát hol van ez ahhoz képest, amit ő állít? Hogy Magyarországon a legnagyobb befolyású miniszter, az el tudta érni, hogy ő és a környezete ne szerepeljen egy súlyos büntetőügy vádiratában. Hogy valaki figyelmeztette az egyébként később megvádolt igazságügyi államtitkárt arról, hogy őt lehallgatják. Ezek olyan súlyú állítások, amikhez képest az a vele szembeni, egyébként valóban kicsit szappanoperát idéző lejárató kampány, az súlytalan.